Tudományos konferenciával és ünnepi hangversennyel ünnepelték a Szabadkai Zsinagóga fennállásának évfordulóját. Dr. Pásztor Bálint, az alapítvány elnöke, elmondta, rendkívül büszke arra, hogy Európa második legnagyobb felújított zsinagógája. Ez a szakrális tér kulturális és idegenforgalmi intézmény is egyben. Nem csak a múltról szól ez, nem arról szól, hogy volt egy korszak a Szabadkának, amikor kiépült az a város, amelyet szeretünk és amelyet óvunk, hanem talán mi is ehhez hozzá tudtunk valamit tenni az elmúlt években, hiszen évtizedeket követően a zsinagóga úgy néz ki, mint utoljára 120 évvel ezelőtt. Hajdók Judit orgona szakértő is dolgozott a szecessziós épület orgonájának felújításán. Az évforduló kapcsán a művésznő Mendelssohn Bach és Ravel műveiből állított össze egy romantikus válogatást. Másfél órán át játszott. Egy évig dolgoztam én is az orgonán, tulajdonképpen amikor romjaiból az Apró Tibor orgonaépítő újjáépítette, és én vezettem. Na most, hála Istennek, akkor nagyon megismertem a hangszert, de akkor valóban nem játszottam rajta. Tehát ma tudtam uralni, vagy egyé válni vele. Hát ugye be kellett regisztrálni, egy nagyon komoly, romantikus műsort játszottam, tehát több órát eltöltöttem a hangszerrel, és megpróbáltam azonosulni és vele, és kihozni belőle a legtöbbet. Az alapítvány célja olyan további nívós rendezvények megszervezése, amiért távolról is érdemes ide látogatni.